A Babics Mihály Kulturális Központ szívesen ott teret és helyet a jótékonysági rendezvényeknek, ezért idén is itt került átadásra az Egyszülős Központ karácsonyi csomagjai. Az Egyszülős Központ hosszú-hosszú évek óta valamennyi megyében karácsony előtt rászoruló családoknak meglepetés ajándékokkal készül. Itt Szexárdon is már hosszú éve zajlott ez a folyamat. Az intézményünkben ez most a második alkalom, hogy megkerestek bennünket Budapestről a Tolna megyei karácsonyi nagykövet Deregán Gábor úr, aki nekem régi kedves jóbarátom is volt, tehát külön a szívemhez közel állt ez a történet, amikor Gábor megkeresett ezzel, hogy szeretné helyszínévül választani a Babics Mihály Kulturális Központot ennek az ajándékátadásnak, hiszen egy központi helyen vagyunk, és a családok számára is egy ismert helyszín. Az esemény karácsonyi nagykövet Tolna Tolnavár megyében Deregán Gábor, a Magyar Olimpiai Bizottság Fairplay Play Bizottságának főtitkára. Minden karácsonykor az egyszülős központ most már évek óta az egyszülősöket, mint a neve is mutatja, egy ilyen karácsonyi ajándék dobozzal lepi meg tulajdonképpen, miben tisztálkodó, tisztítószerek, édességek vannak, nagyjából 40 ezer forint értékben. Ez adja az apropóját, hogy én már harmadik éve vagyok itt Szexádon, mint úgymond Tolna megyei karácsonyi nagykövet az egyszülős központnak és ezeket az ajándékcsomagokat lehozom ilyenkor, és átadom a szülőknek. Deregán Gábor hozzátette, ez a jótékonysági esemény rendkívül közel áll a szívéhez, hiszen az adakozás mellett szexárdi kötődése miatt is fontos. Bellinger Attilával, a Babics Művelődési Ház igazgatójával a főiskolán együtt tanultam itt szexárdon. Ezúton is köszönöm neki és, és a Babics minden kollégájának, hogy idén is befogadtak minket. Jó magamnak pedig a, a rokonaim szexárdiak. Keresztanyám unok a testvéreim itt laknak, én nagyon sűrűn jövök szexáda, 2 két-három havonta, ha az idő engedi, és így évek óta ezért tulajdonképpen így, így vagyok én a Tolna megyei követ az egy központnak. A felajánlott csomagokban tisztítószereket, illatszereket, tisztálkodási szereket, vitaminokat, édességeket rejtettek, amelyek a mindennapi életben nagy segítséget nyújtanak az egyedülálló szülők számára.